ez egy olyan szakma, amibe azért vág bele az ember, mert nem akarja a saját problémáit kezelni. Tehát ugye van a saját kusza, bonyolult, kibogozhatatlan, szerencsétlen, vagy legrosszabb esetben nyomorult életed, amivel foglalkozni kellene, ha nem lennél rendező, és nem az lenne a X órában naponta a feladatod, hogy történeteket olvass el más emberekről, akik ugyanúgy bénák, szerencsétlenek, ütődöttek, vagy legrosszabb esetben szerelmesek, és aztán ezt a színpadra tedd ezt a történetet, és kibogozd, hogy ők miért ilyen ügyetlenek. Ha mégis van az embernek ideje, hogy saját magával törődjön, az a legrosszabb egy művésznek, akkor történnek ezek a művészi válságok, vagy művészeti válságok. Látom magamat kívülről, szánalmas a dolog, de hát itt valaki más rendezi, nekem én csak színész vagyok. A magánéletedben mennyire ismered föl, hogy valaki hazudik neked? Mindig fölismerem, nem mindig. Néha fölismerem. Hát ritkán ismerem föl. Nem, igazából nem ismerem föl soha. De felismerem. De nagyon könnyen átverhető vagyok, azt hiszem. Tehát nem ismerem föl egyáltalán, mindenkinek hiszek, borzasztó naív vagyok, minden felkérést komolyan veszek, és mindig azt gondolom, hogy igen, azt mondják nekem, amit gondolnak, és ha csak ki nem derül, akkor én teljesen hívő vagyok. Viszont, hogyha egyszer kiderült, hogy hazudtak, akkor ezt elég komolyan veszem, és elég csúnya bosszút állok általában mindenféle gennyes utakon. Tehát nem szembesítem az embert avval, hogy hazudott, hanem megpróbálom tönkretenni. Szoktál hazudni? Nem, én soha se hazudok. Most se. Olyan emberekkel dolgozol együtt, akik borzasztó érzékenyek, és mivel hozzászoksz ehhez a közeghez, ezért nagy valószínűséggel a kedvesed, a párod, az is egy hasonló, nagyon érzékeny teremtés lesz, akinek, hát ez nem hazugság, ez játék. Kitől félsz jobban, egy férfi BKV ellenőrtől, vagy egy női BKV ellenőrtől? A nőktől általában természetesen, nem, a nőktől nagyon félek, mindenféle szinten, legyen ez BKV ellenőr, tényleg, dramaturg, színésznő, producer, bármilyen kollega, szerintem a nők sokkal félelmetesebbek, érted? Mi történik egy férfival? A legrosszabb esetben kapsz egy maflást, vagy gyomron vág, vagy kiveri a fogadat, de egy nő, érted? Az pontosan 3 másodperc után tudja, hogy mi a leggyengébb pontod, és azt fogja mondani, hogy nincs jegye? Na szálljon le a kopasz fiatal ember, és onnantól kezdve, érted, hogyan fogok védekezni? Kész, meg vagyok semmisülve.